estét kívánok mindenkinek, ez itt a Családmeséink, az M2 Petőfi TV családi talkshowja. Múlt héten a költészet világnapját ünnepeltük az adásban. Lackfi János engedett be minket családi életükbe és irodalmi világába, de megtudtuk azt is, hogy hogyan éli meg felesége, illetve gyermekei, hogy az ország egyik legismertebb költője a férjük, az apukájuk. A stúdióban pedig Varró Dani, József Attila díjas költő mesélt nekünk munkásságáról és élete legnagyobb múzsájáról, a családjáról. Ha lemaradtatok az adásról, nézzétek vissza a YouTube csatornánkon, hiszen érdemes. A színházi világnap apropóján a színészekre irányítjuk majd a reflektorfényt. Gördüljön most fel a függöny, és lássuk, kik lesznek mai stúdió vendégeim. Egy színész és egy színésznő, akik nem csak a színpadon, de a magánéletben is megtalálják a közös hangot. Egy lány, akit túlbuzgása sodort a színészi pályára. És egy fiú, aki a Kottát szövegkönyvre cserélte, a hegedűje helyett pedig leginkább saját hangját használja ma már hangszerként. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el. Két ifjú tehetség, akiket nem csak a taps, de kislányuk mosolya is éltet. A stúdióban a fiatal színész házaspár, Bach Kata és Wunderlich József. Bach Kata és Wunderlich József a vendégeim. Sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Szia! Így a színházi világnapot ünneplünk, úgyhogy nem sokára arra is rátérünk, hogy a ti kettősötöknek éppen love story-ja van, drámája vagy vígjáték, de erről majd egy picit később. Előbb menjünk vissza egészen a KH-hoz, és Kata, meséld el nekünk, kérlek, hogy te hogy lettél pontosan a színésznő, mindig is színésznőnek készültél? Nem. Na. Én nem is szoktam ezt elhinni, hogyha valaki azt mondja, hogy gyerekkora óta a színésznőnek készül, de egyébként azt mondják. Én gyerekkorom óta színésznőnek készülök, igen? És látod? Nem vagyok az. Sokan mondják, hogy tényleg van ilyen. Nekem nem így volt, egyszerűen csak folyamatosan arra sodort az élet. Uh-huh. És akkor így, amikor visszagondolsz a gyerekkori Katára, akkor mi akartál volna lenni? A gyerekkori Kata annyira túlmozgásos volt, hogy muszáj volt lekötni az energiáit, és akkor így ebből indult ki ez az egész. Tehát, hogy akkor engem vittek. Hát, illetve a faluba mentem, amire volt lehetőség, néptáncoltam, zenéltem, tornáztam. Szóval, hogy minden nap mentem folyamatosan, és csinálgattam ezeket a dolgokat, és akkor ebből adódott az, hogy később is ezek érdekeltek inkább. Meg a disznókhoz is mentél. Az iskola. A disznó biztos sok köze van ahhoz, hogy színésznő lettél, akkor nehezen bírtad megállni itt nevetés nélkül. A túlmozgásos részt azt láttam, hogy... Ja, hát mert most flashelnek a nagyszülők a Juli láttán, és hát... Igen? Hogy lett egy klón, és... Ennyire hasonlít rád a kislányod? Igen, és hogy most visszakapom... visszakapom a dolgokat, ők ezen röhögnek folyamatosan, hogy hát igen, ez nehéz lesz, nekünk is az volt. Na hát akkor lehet, hogy majd ti is egy kis színésznőt fogtok ott aztán a végén nevelgetni. Józsi, róla tudom, hogy te hegedűművésznek készültél egészen 16 éves korodig? Igen, de inkább zenésznek. Inkább zenésznek? Igen. Nem. Rockstárnak? Nem, hát nem. A hegedű volt a fő hangszerem, de nem feltétlenül. De minden más hangszeren is játszik. Nem volt egy olyan. Szerettem volna, de azért ahogy teltek az évek, azért az világos lett, hogy nem egy egyszerű pálya az sem, mint a zenész pálya, és hát most hegedű művész, vagy hegedű tanár, vagy zenekarban hegedülni, vagy szóval azért ennek nagyon sok árnyalata van, hogy a hegedűvel csak a hegedűvel is ezerféleképpen meg lehet nyilvánulni, és hát akkor még ott van mindenféle más egyéb, amit az ember közben magára szed, zeneelmélettől kezdve, nagyon sok minden. Hogy kötöttél ki akkor a színészi pályát? És úgy, ha nem zene, akkor legalább valamilyen úton, módon színpadon maradjál? Abban a kollégiumban, ahol laktam, ott volt egy kis csapat,
illetve lett egy kis csapat körülbelül akkor, amikor én ott voltam, ott majdnem mindenki Bartók Konzis volt a Hegedű utcai kollégiumban, ami azt jelenti, hogy majdnem mindenki arra szentelte az életét, hogy reggeltől estig gyakoroljon. De ami az kis szabadidőnk maradt, abban néha így csináltunk ilyen kis kollégiumi fellépéseket, volt, aki zenélt, volt, aki éppen a hangszeré játszott, de volt, aki énekelt, vagy verset mondott, vagy nem tudom én mi, és akkor ott néha ilyen voltak ilyen éneklős megnyilvánulások, és akkor volt ott egy nevelőtanár, a Sábszki Attila, aki akkor apám helyett apám volt, és még sokunknak szerintem, akiknek messze volt a családja, vagy nem volt már. És akkor összegyűjtött igazából minket, és ott elkezdtünk játszani így ilyen kis színpadi valamiket. És aztán a végén mind a ketten. És akkor az lett, hogy én nekem közben egy komolyabb probléma lett a kezemmel, ami miatt nem tudtam olyan minőségben folytatni igazából a hegedülést, amiben én elképzeltem volna, vagy amiben szerettem volna. És akkor rengeteg szabad időm maradt igazából, amit nem tölthettem a hegedüléssel, vagy a zongorázással, és akkor abban a szabad időben elkezdtem énekelni. Igazából és milyen jól tetted. Ennyi történt. Kikötöttetek ennél a pályánál. Józsi, téged nem csak a szuperebbnél szuperebb szerepekkel, hanem már különböző díjakkal is elismertek, és azt olvastam rólad, hogy te nem feltétlenül csak és kizárólag innen méred a sikeredet, hanem a közönség, a taps, a minden este a színpadon levés, viszont nehezen tudod feldolgozni ezt a fajta sikert, főleg itt a Pál utcai fiúk kapcsán említetted akkor. Igen, és leginkább nem is gondolok erre úgy, mintha ez valami olyan lenne, ami az én birtokomban van. Tehát, hogy mármint mi a siker? Se a siker, se pedig az, ami körülvesz minket vagy engem. Tehát, hogy eleinte nyilván az ember nem tud vele mit kezdeni, mert azt érzi, hogy valami olyan visszajelzések jönnek, ami túlzás. Egy ember elkezd isteníteni egy másik embert, az nem feltétlenül helyén való, vagy nem feltétlenül normális kategória. Ebből ahhoz hasonlítottuk otthon ezt az ilyen jellegű rajongást, mint ott főleg kamaszlányok csinálnak. Kamala, igen, ezt akartam mondani. Mint hogyha az embert leültetnék, és odakötöznék egy székhez, és a kedvenc ételét kéne folyamatosan enni. Ami így első pillanatra egy jó dolog, de amikor ezt mondjuk egy órán keresztül kell lenned, akkor egyre kényelmetlenebb. És egy idő után nem is lesz a kedvenc ételed, hát nem fér már bele a gyomrodba igazából, és fel se tudod dolgozni. Tehát tényleg ennek van egy olyan mennyiség, ez mindenkinek más, persze, meg élethelyzettől is függ, de főleg akkor mondjuk, amikor otthon vár a családom, akkor az egy egészen más érzés, igen, hogy akkor még ott maradsz egy órát, vagy másfél órát fotózkodni, vagy aláírni, vagy nem tudom én mi. Vagy tényleg, hogyha meg úgy maradsz ott, hogy közben folyamatosan azt mondja, úristen, már rég akkor meg annak mi értelme van? Uh-huh. Tehát az tényleg akkor, hogy az ember éppen olyan élethelyzetben van, hogy épp most mondom, van olyan, hogy éppen az embernek nincs jobb dolga, csúnyán mondom. Van az az élethelyzet. Van olyan, hogy az embernek éppen nincs kihez hazamenni. Volt nekem is olyan az életemben, az egy szomorú élethelyzet, szerintem. Akkor maradsz és eszed a kedvenc kajádat még egy-két-három órán keresztül. Kicsit, és akkor az ember kicsit megnyomja a gyomrát rajongással. Kata, te viszont ugye független színházi társulatokban kezdted, vagy hát ott onnan indultál, aztán a Víg Színházba kötöttél ki, ugye az fontos megemlíteni, hogy egy társulatnak a tagjai vagytok. Miért tetted le a Kőszínháznál a voksodat? Én gyakorlaton voltam független társulatban, és akkor ott miután arról már tudtuk, hogy meg fog szűnni, akkor eljött Eszenyi Enikő és megnézte az utolsó előadásunkat, és azután hívott engem a Víg Színházba. És több mindenkit a Sputnikból. Több mindenkit, igen. Igazából akkor egy olyan fiatal csapat érkezett, amire szerintem egyébként egymástól függetlenül is azt gondoltuk, hogy de jó, vele szívesen dolgoznék, és akkor ezek alapján mondtunk igent, mert tudtuk, hogy kik jönnek még. És egyébként ez működik is, azóta is szerintem magja lettünk az előadásoknak, akik akkor oda szerződtek. Na nem sokára innen folytatjuk majd a beszélgetést, de ugye említettem, hogy Kata és Józsi egy társulatnak a tagjai, úgyhogy most egy közös előadásukba nézünk bele. Mit dologatja ide-oda azt a lámpát?
Pinta nem tudná. De ha már nincs kedve felolvasni, nem fecsegünk egy kicsit? Johannes biztosan hamar visszajön. Nem, inkább olvasok. Figyeljen! Mongol monda. Abban az évben úgy meggörbült a rettenetes izzástól az esti égbolt, hogy majdnem megégette. Vigyázzon már a fejével, kisasszony! Lángra lobban a haja! Elnézést. Én kérek elnézést. Bocsánat. Folytatom. Félelem űzte az öreg parasztokat falvaikból éjszaka. Nem megy, bocsásson meg. Bocsásson meg, nem megy. Menjünk inkább Hans elé. Igen, szerintem is. Én itt csak zavarok. Igen, igen, tényleg. Na, így nem tudunk kimenni. Egy ernyő az. És a kalapom. A kalapom. Bocsánat, akkor így nem jön velem? Hát így kalap nélkül, az kész röhemi. Az már valami, egy kalap nélküli férfi van az utcára. Miért nem hozza már f***ba esernyőt? Hát így nem tudunk kimenni. Bőrét fog ázni. Nekem tetszik. Így nem mehet ki. Tönkre megy a ruhája. Bőrig fog ázni. Láthattuk ezt a részletet, amiben ugye egy színpadon játszotok egy darabban. Milyen kollégák vagytok? Én sokat beszélek, azt mondtad, hogy te jössz. Sokat beszélős kolléga helyett, akkor beszéljen a Kata. Én sokat beszélős és okoskodós vagyok, senki remek nem szeret. Szólal. Ezért mindenki utál, úgyhogy most beszélj te. Hát egyszerűbb így szerintem, mivel hogy ismerjük egymást, egyszerűbb így dolgozni. Szerintem jó kollégák vagyunk. Engem inspirál a Katus. Változott a kollegiális viszonyotok azóta, hogy közös családotok van? Nem. Csak még nem. Igazából az lett, hogy minden közös előadás randi. Komolyan? Persze. Ez a randi időtök? Hát amikor mindketten játszunk, hát akkor... Hát igazából olyankor van, hogy... Elmegyünk elett a kávé. Kettesben vagyunk. Ja, hogy úgy szakítotok plusz időt. Most elképzeltem, hogy belecsempésztek egy-egy extra csókot a jelenetben, vagy a kulisszába kifutok, és egy... Valami. Kimegyünk egy kicsit a kelléktárba, persze, és akkor... Hát olyankor nincs velünk a kislányunk, és akkor az odafelé út, a visszafelé út, elmegyünk kávézni, szóval hogy ez egy randi olyankor. Van egy kis csavar a történetben, hiszen Kata, te ott voltál Józsi előző esküvőjén, ahol még mint a násznépnek az egyik tagja voltál ott. Erről nem tudom, hogy mennyire nyíltan beszéltek, hogyha azt mondjátok, hogy nem téma, akkor nem téma, nyilván nem akarok én se vájkálni, de hogy lett ebből a szerelem? Opa. Hát Gyoska az én egyetemi osztálytársamnak volt a férje, és akkor nekem az egyetem alatt ebben kimerült a kapcsolat, hogy ő az én osztálytársam férje. Igazából laktunk is. Úgy hívtak engem, hogy Bolond Józsi. Igen, Bolond Józsi. És ez teljesen megalapozott volt. Igen. Miért volt megalapozott? Várjál, ezt azért ne hagyjuk. Úgy viselkedtem, mint egy nem normális. Az egyetemen? Persze. Azon az egyetemen mondjuk szerintem nem sok mindenki viselkedett úgy, mint a normális lenne, de... Mondjuk ez most, de nem lett meg. Ismersz gondolom egy pár embert. Igen, én inkább féltem tőle, de azért volt olyan például, amikor az én akkori párommal így négyen együtt laktunk. Szóval, hogy akkor egy ilyen baráti, vagy ilyen ismerős viszony volt. Aztán igazából a Víg Színházban, mivel mindketten egyedül voltunk, akkor igazából szerintem egy ilyen rácsodálkozás volt egymásra. Hát pont az volt, hogy mind a ketten elég rossz helyzetbe kerültünk, úgymond magánéletünket tekintve, és akkor egyszerűen összetudtunk így kapaszkodni. Ezek szerep váltotta ki, egy próba, vagy ez egy viszonylag hosszú folyamat volt, amikor így közelebb kerültetek egymáshoz? Ez egy hosszabb folyamat volt egyébként abból a szempontból, hogy amikor már nem működik annyira egy kapcsolat, vagy amikor elkezd az ember rettegni attól mondjuk, hogy a másik lépni fog, vagy ott hagyja, akkor onnantól kezdve az ember már kapaszkodókat keres. Egyébként a prózai része az mindketten szerettünk futni.
két próba között. És akkor... Ott a Margit-szigeten Margit-szigeten, igen. És akkor így elkezdtünk együtt futni a próba és az előadás között. Az Eszenyénikő akkor már látta a bejáratnál, hogy így megyünk együtt, akkor így poénkodott utólag, hogy ő nagyon remélte, hogy azért ebből majd ott lesz valami. Jaj, de jó. Nem, úgy egy kutyabulin jöttünk össze. Hogy micsoda? Milyen kutyabulin jöttünk vigyáztam össze. Az egyik kollégámnak a kutyájára, és mivel még soha nem is tudtam elképzelni, hogy lakásba kutya, én nem... Ezért csinálta egy kutyabulit. Csináltam egy kutyabulit, hogy akkor ha már, akkor csináljuk ezt durván. És meghívtam az összes kutyás ismerősömet, ott van négy kutya Józsi. Rohangált. Neki is van kutya. Igen, és akkor Józsi is jött herceggel. És akkor tulajdonképpen kutyák ott. Tehát akkor ti minket. Ketten plusz a 76 kutyus a lakásban, és még egy pár gazdi. Ez végképp nagyon romantikus így a történet. Mennyire... És mit szerintem néztünk 101 kis kutyát. Igen. Na jó, ezt még lehet fokozni, nem haragudtál. Néztünk 101 kis kutyát. Tehát eleve nem hallottam még soha ilyen bulira. Nagyon vicces volt, mert visszaugattak a hangfalnak a... Igen, nem tudták, hogy honnan jön a hang. Tudták, hol ugatnak, és visszaugattak a kutyák a hangfalnak. Na jó, van, egy kicsit ugorjunk vissza. Ezre a kutyabuliból. Milyen a közös munkátok mondjuk így otthon? Tehát segítetek egymásnak, akár mondjuk itt nyilván a sikerek, kudarcok, feldolgozás, azt már hallottam, hogy ezeket otthon kivesézitek, meg megbeszélitek, meg jó kis hasonlatokat hoztok, de például amikor egy darabra készültök, legyen az közös, legyen az külön-külön, végszavaztok egymásnak? Nagyon sokat szoktunk szövegezni. Tehát a szövegben sokat segítünk egymásnak, szerintem legalábbis, amikor tavaly a bált próbáltuk, abban nekem volt nagyon sok szövegem, akkor a Katus nagyon sokat segített, de nem ez a legfontosabb, hanem hogy nyilván mindig tudjuk, hogy melyikünk van jobban leterhelve színházilag, vagy szakmailag, vagy szerepügyben, és olyankor a másik nyilván tudja, hogy támogatni kell, nem csak szövegezéssel, hanem sok minden egyébbel. És akkor olyankor arra megpróbálunk odafigyelni. Igen, hát mindketten, mivel tudjuk, hogy miről szól ez az egész, és tehát, hogy mindketten tudjuk, hogy hogyan lehet segíteni a másiknak, és ez így azért jóval meg, tehát, hogy meg egyszerűsíti a helyzetet, mint hogyha valami más szakmája lenne valamelyikünknek. Most például volt egymás után az Anna Karenina, meg a második Richard, amiben azért mind a kettőben elég sokat ment próbálni a Katus, meg elég sokat bent volt a színházban, és akkor én meg sokat voltam otthon Julival. Mm. Ami egyrészt nekem tök jó volt, mert végre egy kicsit kettesben is voltam vele, ami egy egészen más helyzet egyébként, mert sokkal intimebben alakul az embernek a viszonya, ezt Katussal beszéltük is, tehát hogy neki is sokkal intimebb szintig tud eljutni az ember a gyermekkel, hogyha egyedül van vele, és még hogyha ugye ott vagyunk párban, akkor ugye folyton megosztik a figyelem, akkor most elmegyek, akkor most én most főzök, én most pisilek, akkor addig figyelsz rá, akkor jó, akkor, tehát hogy nyilván ez van. Ha meg egyedül vagy, akkor folyamatosan mélyül az az együttlét, és nincsen így feldarabolva, mint amikor ugye megoszlik. Meg gondolom ez neked is nagy segítség, hogy tudod azt, hogy Józsival van otthon a Júli, és igen, a legjobb kezekben van. Ha meg mindkettő játszunk, akkor meg a szüleimmel, szóval, hogy közeli emberekkel van együtt. Szóval hál ez így nagyon jól hál működik. Hál' Istennek még babysitter így nem kellett, úgymond olyan babysitter, aki nem családtag. Nem sokára beszélgettünk majd a kislányotokról is, de előtte ismerjük meg egy kicsit jobban az ország egyik legismertebb színész dinasztiáját, a Latabár családot. Nem nősülök soha, nem nősülök soha. A magyar színjátszás leghíresebb családja a Latabár. Hozzájuk hasonló nagy művész dinasztiával még Hollywood sem büszkélkedhet. Az 1830-as évektől napjainkig van aktív tagja a családnak a színi pályán. A dinasztia első tagjai Latabár Endre és felesége Török Mária voltak. A két színész házasságából 8 gyermek született, akik közül a fiúk mind vitték tovább a családi szakmát, ahogy aztán az unokák és a dédunokák is. Latabár, Latabár, hol hallottam én ezt a nevet? Mondja, Sótiszt úr, megkezdődött már az előadás? Pont félkor kezdődik, kérem. Most még csak a reklámot vetik ki. Pont félkor? Közülük talán a leghíresebb Kálmán lett. Olyan filmeket köszönhetünk neki, mint az Egy bolond százat csinál. Mi az? Még maga ugrál? Én ugrálok? Hát nekem lúd talpam van. Az Egy szoknya, egy nadrág.
írásban, szóban, telefonon üldöznek a nők, és egytől egyig azzal gyilkol, vegyem nőül őt. Nincs más ellenszerem, hát közhírét teszem, mély tisztelettel a következő. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szület előtt. Vagy a mágnás Miska. Ne mozogjon annyit, így nem tudom eltalálni. Siessen már, kérem. Bocsánat, nem lehetne egy kicsit idét? Szegény, milyen rövidlátó. Kicsit jobbra. Balra, lejjebb, feljebb. Úgy. Latabár Kálmán mindvégig a Fővárosi Operett Színház társulatában játszott. A kiváló tánctudású komikus gyakran lépett fel groteszk duettszámokban testvérével, a szintén színész Árpáddal. Munkásságát 1950-ben Kossuth díjjal ismerték el, ugyanabban az évben érdemes művész lett, 1953-ban pedig megkapta a kiváló művész kitüntetést. Mit szólsz ehhez, mi? Hát nem rossz. Hát én is rosszom. Micsoda? A lassan 200 éves színész dinasztiának még mindig vannak szakmabeli tagjai. Ifjabb Latabár Árpád a családi hanyományoknak megfelelően operettekben lép fel, főleg a táncos komikus szerepekben. A legfiatalabb Latabár leszármazott, Kálmán pedig a balettintézet elvégzése után táncművész lett. Te, hogy, ha te akarsz, a kis ujjadra csavarsz, és nem kell semmi hozomány. Kata, ha jól tudom, akkor te már várandós voltál a kislányotokkal, amikor a háború és békét próbáltátok, igaz? Igen. Hogy bírtál egy próbaidőszakot végigcsinálni? Mert én speciál a kisfiammal az első 3 hónapot, hát nem részletezném, de nagyon-nagyon nehezen viseltem. Igen, a próbafolyamat közbe derült ki, úgyhogy a háborús békét azt úgy csináltam, hogy rosszul voltam folyamatosan. És közben ugye nem mondhattuk el senkinek. Ja, igen, ez nagyon nehéz. Elmondtuk hát mindenki. És már is a Józsinak hogy mondtad el? Ott volt valami. Egyébként csodálatos volt. Igen. Mert én hoztam neked a DM-ből tesztet. Ezek után azért gondolom sejtetted, hogy miért hozod azt a tesztet, nem? Persze, hiszen terveztük, mármint hogy akartuk, mármint hogy kiszámoltuk, hogy majd akkor nyáron fog születni. De nyáron is született. Igen, tehát hogy direkt úgy is akartuk, hogy nekünk is, meg a szín, tehát hogy így legkevesebb ütközés legyen a színházzal, meg az évaddal. És elterveztétek, kiszámoltátok, és jött is. Szerencsések vagytok, de jó. Na jó, elrohantál, hoztál egy tesztet. Hoztam tesztet, de akkor én azt még fölvittem szerintem az öltöződbe, és akkor én meg bent voltam a színpadon, mert a Király Danival csináltuk szerintem az első találkozásunkat, a PRS jelenetet, és te már ott álltál a proszcénium páholy takarásban, szerintem remegve és sírva, és könnyezve, és azt láttam egyszer csak a színpadról, hogy éppen szerintem a Danit instruálta a rendező, a Sása, és akkor láttam, hogy a Katus ott így áll a takarásban, és akkor így oda mentem, és akkor már sejtettem, és akkor így mondta, és akkor iszonyatosan bekönnyeztünk mind a ketten, nem emlékszel? Hát sírtunk. És utána mentetek vissza a színpadra, mintha még sem történt volna. Sírtunk, és akkor most még nem lehet, ugye, még elmaradtam. Tudod, és akkor levegő. Milyen jó, hogy profi színészek voltak. És akkor igen, levegő, és akkor jó, visszamentem a színpadra, folytattuk a próbát. Mint anya az anyát, ugye, te hogy képzelted el, hogy megszületik majd a kislányotok, és utána mennyi időt voltál otthon, vagy mikor térsz vissza hát, aktívan? Hát 2 hónapot körülbelül. Lényeg az, hogy tudtam, hogy azt a gyermekágyi időszakot azt mindenképpen meg fogom várni, de az, mivel a nyáron történt egy része, az a nagyobbik része, ezért ugye József folyamatosan velem volt. És ez így nagyon kényelmes volt, hogy főzött nekem, tehát nekem tényleg semmi másra nem kellett az első pár hétben odafigyelnem, mint Julira. És akkor utána játszottam egy előadást, következő hónapban mit tudom én 3-at, szóval hogy így nagyon fokozatosan vettem vissza a dolgokat, és ez így kényelmes volt. Közben pedig a szüleim
ők egy elég biztos háttér, tehát hogy ők, velük már ezt meg lehet beszélve, hogy ők vettek egy lakást Pesten, és akkor ők azokra az alkalmakra feljönnek. De jó. Főznek nekünk, de csináltak maguknak igazából egy ilyen pesti életet. Amikor valahol vágytak erre egyébként, mert sose laktak még Pesten, és akkor ez így. De jó, amikor a kiskatával lehetnek, mert hogy akkor ezek szerint igen, nagyon-nagyon hasonlít rád a lányod. De a Katus nem is szereti, mert néha lekatázzák a Julit. Ja, hogy külsőleg is annyira hasonlít rád. Rettenetesen, igen. Igen. Hát, de hát ez tök jó, nem? Igen. Hát jó, mert hallás, szépek. A hallása egyébként az látszik, hogy már, hogy ezt örökölte Józsitől, tehát igazából mert nagyon pici kora óta mondjuk ritmusra kalimpált zenékre. Már másfél éves, tehát nem tudom, tudja-e, hogy hol dolgoztok, vagy vittétek-e már be mondjuk próbákra, vagy próbáltok előtte egy drámai jelenetet, és akkor ő nézi. Nem tudom, egy esti mesét azért két színész hogy adhat elő. Józsefföldön nagyon sokat szokott neki zenélni. Múltkor arra mentem haza, hogy a lábán volt így Juli, mert szokta így a lábán hintázni, és akkor igen, és akkor furuljázott neki egy ír. Itt ül, és akkor itt megkapaszkodik. Ja, értem, hát, értem. Akkor én ezt a nagypapámtól tanultam, mert nekem a nagypapám lovagoltatott minket így a lábán, hogy így keresztbe tett lábbal. És akkor apukám meg szórakoztatott minket, amikor kicsik voltunk furujával, de apukám olyat is csinált, hogy két furujával így. Szóval akkor otthon kapja az esztrád műsort Juli tőletek. Az, hogy ugyanabban a szakmában dolgoztok, egy pár vagytok, barátok vagytok, kollégák vagytok, szülőpár, házaspár sorolhatnám. Milyen előnyei vannak? Mert ugye azért sokan azt szokták mondani, hogy én ugyanabban a szakmában lévő emberrel biztos, hogy nem, ez a tipikus esete, ugye a házi nyúlra nem lövünk meg. Tehát, hogy milyen előnyei vannak ennek szerintetek? Hát, hogy finom a házi nyúl. Nem. Hát, hogy például toleráljuk azt, amit egy szakmán kívül nem tolerálna, hogy éjjel 11-kor, mint a mosott Pelus úr, olyan állapotban térünk haza nyugovóra néha. Ez sok olyan történetet hallottunk kollégáktól, hogy szakmán kívüli, akiket mi civilnek szoktunk csúfolni, nehezen tolerálják azt a fajta időbeosztást, meg nem egy családbarát időbeosztás. Igen, nem mindenkinek van hozzárugalmassága, lelkileg se, meg fizikailag se, szerintem. Meg nehéz, hát nehéz, meg az egy másik idegrendszer, amikor egy előadás után hazamegy valaki, az is egy másik idegrendszer, amikor egy főpróba hét van, és mondjuk egész nap arra készül valaki, hogy az esti előadás majd rendben legyen, vagy jön az első közönség. Ahhoz kell egy belső tudás, hogy ezt az ember igazán el tudja fogadni, és igazán tolerálni tudja. Tehát az elfogadásban nagyon sokat segít azért, hogy tudjuk, amikor egymásra ránézünk, és csak így egy pillanat alatt tudjuk, hogy most ez melyik fázis. Mi a legnagyobb kikapcsolódás számotokra? Futkoreztok még? Apropó. Vagy már nem? Csak ő. Babakocsival. Van egy ilyen futós babakocsi, és ő azzal. Nem, nagyon szeretném, hogy élvezi, imádja a sebességet. A magasságot. Extrém sportokat. Nagyon jó. Hát akkor ugye, következő 20 évetek biztos, hogy nagyon nyugodt lesz és pihent. Mit szólnátok ahhoz, hogyha Juli nem extrém sportoló lenne mondjuk, hanem azt mondaná, hogy ő is a színészi pályát választja? Minden eszközt megragadnék, hogy lebeszéljem róla. Szóval akkor legyen inkább extrém sportoló. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzám. Maradjatok mindig ilyen cukik, mosolygósok, és szeressétek egymást ennyire. Ennyi volt már a családmeséink, de tartsatok velünk jövő hét pénteken is, amikor ismét egy kicsit a határon túl Felvidéken kalandozunk majd. Addig is nézzétek vissza korábbi adásainkat a YouTube-on. Sziasztok!